Augusztus második hétvégéjén ismét az igényes hazai zene fellegvárává válik a Királyok városa. A több évtizedes hagyományokat újraélesztő, az imáron 11. alkalommal megrendezendő Albarégia Jazz Fesztiválon három napon át két helyszínen várják a műfaj kedvelőit. A nagy koncertek idén is a Bartók Béla téren lesznek. Hosszadalmas munka, tehát ez már ilyen januárban elindult ez a munka, és támogatást kaptunk az önkormányzattól is, hogy ezeket a finanszírozásokat el tudjuk indítani, mert amerikai vagy a francia sztár vendég náluk nem annyira bemondással megy a buli, hanem akkor már kötünk szerződést. Magyaroknak se könnyű, ugye tudjuk, hogy most mindenki fesztivál hátán csinál, itt a Debrecen, a Paklóznak, stb. Úgyhogy nagyon kemény volt összerakni a műsort, hogy színes. Természetesen idén is Fehérvárra érkeznek a hazai jazz széna nagyágyúi, ugyanakkor ez évben Franciaországból és az Egyesült Államból érkező sztárok is emelik majd a fesztivál fényét. Most már tudják, hogy ez van megint. Tehát ez, hogy megint visszajött 12 éve, ami volt 20 évig, van neve ennek a helynek, tehát van neve a fesztiválnak, és meg ugye az nagyon nagy, hogy Albarégia, tehát nem annyira kimondhatatlan név, mint ugye Székesfehérvár, ez azért az, ugye mindig elmondják a magyaroknál, hogy azért vannak ezek a városok, hogy Székesfehérvár, nem, de hogy Albarégia Jazz Fesztivál, azt mindenki tudja, és arra már számítanak. A nyitónapon a Vörös Tamás projekt kezdi a programot 18 órakor kiegészülve Vörös Jankával, majd három generáció képviselői, az EGRI, a négyzeten feat formáció következik. Az estet a francia basszusgitáros Dominique Di Piazza zárja, aki Nagy Jánossal és Zombori Attillával lép színpadra.